A koronavírus járvány 2020 első felében példátlan helyzet elé állította a világ összes országát, így Magyarországot is. Bár úgy tűnik, a nagyján már túl vagyunk, a szakemberek szerint fel kell készülni a második hullámra, ehhez pedig fontos az emberek véleménye is. Ezért nemzeti konzultációs kérdőíveket postáznak mától egy hónapon keresztül a háztartásokba. A nemzeti konzultáció első kérdése arról szól, hogy a járvány újabb hulláma esetén milyen intézkedéseket támogatnának az emberek. A kilenc megadott lehetőségből többet is meg lehet jelölni, így például a kiárási korlátozás bevezetése, a távolságtartás és maszkviselés elrendelése, vagy a 65 éven felüliek külön vásárlási sávjának fenntartása. A kérdőíven az egészségügyben fenntartandó járványügyi készültségről, az idős otthonok járványügyi védelmének erősítéséről, valamint a védekezéshez szükséges felszerelések magyarországi előállításáról is szerepel kérdés. A kérdőív gazdaságot érintő kérdése például, hogy a járvány elleni védekezés idején a bankok és a multinacionális vállalatok is járuljanak-e hozzá a védekezés költségeihez, illetve hogy ösztönözni kell-e a hazai termékek és szolgáltatások vásárlását, népszerűsíteni kell-e a hazai turizmust, valamint a járvány elmúltával is fenn kell -e tartani a munkahelyvédő és teremtő programokat. A konzultáció utolsó két pontja a migrációval foglalkozik. Azt kérdezik, a kormány továbbra is lépjene fel a bevándorlás ellen, és tartsa-e fenn a magyar határ szigorú védelmét, illetve a magyar kormány a Brüsszellel való nyílt konfliktus árán is tartson -e ki a bevándorlás tiltó szabályok mellett. A nemzeti konzultációs kérdőíveket augusztus 15-ig lehet ingyenesen visszaküldeni.